O primeiro-ministro da Hungria voltou a usar o Dia Nacional do país para atacar a União Europeia. No aniversário da Revolução de 1956, Orbán acusou Bruxelas de querer derrubar o governo em Budapeste. Ismét itt a régi kérdés, meghajolunk az idegen akarat előtt, ezúttal brüsszeli akarat előtt, vagy ellenállunk neki. Ez a súlyos döntés vár most Magyarországra. Azt javaslom, hogy a válaszunk legyen olyan világos és egyértelmű, mint 1956-ban volt. O recém-formado TISA, partido rival do Fidesz de Orbán, cala o primeiro-ministro húngaro a políticas pró-Rússia. Vannak olyan vezetőink még, akik egy másik népet hibáztatnak, amikor ugyanazok az oroszok támadják meg őket, akik magyar szabadságharcosok százait kínozták meg, és gyilkolták le 1956-ban és az azt követő megtorlás során. Csak két nagy politikai rendezvényt tartottak Budapesten az 56-os forradalom évfordulóján. A Fideszét, illetve a Tisza pártét, amely nagy napot ünnepelhetett, hiszen a mai napon először megelőzte a Fideszt egy közvéleménykutatásban. Tanács Gábor, Euronews, Budapest.